Üdvözlöm Önöket! Fornosi D. Júlia vagyok. Aklihegyen vagyunk, ahol a csend is más. Számomra egy kis boldogság sziget ez. Az itt élő emberek teszik azzá, vagy a Jóisten, aki csodás környezetet alkotott ide? Nem tudni. Ma Béres Istvánnal találkozunk, aki fűtőből lett iskolaigazgató. Aki hitelesen, szerényen és hitét mélyen megélve mutat nekünk példát. Ismerjék meg Önök is! Tőlünk Aklihegyen, az Aklihegyi Általános Iskola udvarán. Legfőképp kezdjük azzal, hogy milyen itt Akliban az élet, Önnek milyen itt az élet, hogy indult itt az élet? Hát Aklihegyen az élet az önéletszerű. Most jelenleg zöld, meg barna, meg mindenféle színes, de gyakorlatilag én így éltem meg az itteni éveket. Gyerekkorom az leginkább a szabadságról szólt, mert itt erdők, meg ligetek vannak, ezt mindig úgy elmondom. És talán ott alakult ki bennem a szabadságra való igényességem is. Ma is elég nehéz engem szocializálni bizonyos területeken. Soha nem volt könnyű, akkor legyen az élet itt. Itt a megélhetés az általában keményebb volt, mint a környékbélieknek. A fekvése miatt is, mert egy kicsit periférián van. Az emberek nagy része korábban mezőgazdasággal foglalkozott, és a termőföld is elég kevés, és viszonylag szegényes. Gyümölcsészet, szőlészettel foglalkoztak az emberek, ami nem könnyű. Ma sem az. Ettől függetlenül, a nehézségek ellenére én azt gondolom, hogy itt egy életigenlő és talpra esett nép lakik. Az aklihegyiek azok az elég életre valóak még itt kárpátaljai viszonylatban is. Mi volt a legnagyobb szabadságigenlő tevékenység? Hát számomra a foci. Tehát gyerekkorom óta rúgtam a labdát, ha meghallottam lent az erdőben, hogy huppant a labda egyet, így estére fele, akkor kész, akkor valami bekapcsolt és mennem kellett. Ez volt egy olyan terület, amiben én megéltem azt a szabadságot, amiről beszéltem, illetve barátaimmal egész nyarunk arról szólt, hogy haláztunk, vadásztunk, gombáztunk az erdőbe, tehát volt, hogy reggel elmentünk otthonon és este jöttünk haza. Ez persze kisebb koromban volt, ilyen 10 éves körüli, még nem volt munka otthon, hogy nem fogtak jobban munkára, de ez az emlék most is megvan bennem, hogy ezek ilyen nagyon jók voltak. És az akkori barátságok is az, hogy találkozom például Krócsuk Sanyival, akkor úgy megemlítjük, hogy hú, régen emlékszel, hogy miket csináltunk együtt, meg mennyit, és ez olyan jó érzés. A mai aklihegyi gyerekek megteszik mindezt? Nekik ugyanolyan jó szórakozást jelent az élettér? Szerintem igen. Gyakran vagyok elfogult, meg néha pesszimista is, és mondom azt, hogy mekkora veszélyeket hordoz az okos eszközöknek a használata, meg a televízió, meg egyebek, de hogyha végigmegyünk a falun, akkor gyakran tapasztalható, hogy gyerekek kint vannak, játszanak, itt fönt a templom mellett is van egy focipálya, most tavaly elkészítettek egy szakaszon aszfaltos utat, ott a gyerekek bicikliznek, rollereznek, szerintem sokan kint vannak azért. És milyen lehetőségeket adott Aklihegy iskola szempontjából? Tehát itt fejezte be az Aklihegyi Általános Iskolát is, és aztán? Így van. Aklihegy iskola, én úgy vélem, hogy akkor is adott egy alapot, egy magatartást, egy nem feltétlen olyan magas szintű képzettséget, sokkal inkább a nevelés terén. Mindig volt itt egy közösség, ami,
ami ugye embert formált belőlünk, és én azt hiszem, hogy ez a hagyaték az ma is megvan nálunk. Nagyon gyakran hallom azt, hogy akrégyi gyerekek elmennek akár a liceumokba jelenleg, vagy szomszédos iskolákba, hogy dicsérik az akrégyieket, hogy jól neveltek. És ez, én hiszem, hogy jelentősen az iskolának köszönhető. Nagyszülősön folytattam a középiskolámat, úgyhogy ott is nagyon sokat kaptam, bár ott én két évet végighallgattam. Olyan értelemben, hogy nem voltam valami beszédes, viszont életemnek ez volt az ajándékozott szakasz, amikor rengeteget olvashattam. Volt lehetőségem. Középiskola után mi jött? Középiskola után a sereg. Terveztem történelem szakra felvételizni, ott hárman együtt is készültünk valamilyen szinten ott az iskolába, Nagyszőlősön, de nekem nem volt bátorságom elindulni, nem tudtam oroszul. Rengeteg hátrányt okoz az időtájt nekem is, úgyhogy nem mentem történelembe felvételizni, jött a sereg, és utána hazajöttem, itt kértem munkát az iskolában, nagyapám itt dolgozott, hát egész életében gyakorlatilag ilyen mindenes volt, fűtőtől udvarmesterig, és akkor az ő helyére jöttem fűtőnek. Tóth Baránkanyi volt az igazgató, jó szívvel fölvett, aztán elkezdtem itt dolgozni. Ez meg egy olyan hely, ahol csak vágytam én a közösségbe. Csak éreztem magamból, hogy hát ez ennél több talán még van bennem. Úgyhogy ők is bátorítottak Béla bácsival egyetemben, és elmentem levelező szakon, felvételeztem magyar szakra. Akkor már 93-ban megnősültem, már nem tudtam nappalin tanulni, úgyhogy dolgozni is kellett, család is lett, de jól alakult, úgy vélem. És akkor egyből iskolaigazgatóvá érett a fűtői mesterség után, vagy volt egy szép lépcsőzetesség? Dehogy. Volt egy szép lépcsőzetesség, nagyon sokat tanultam a igazgatónő mellett, minden téren, és hát is gyakorlatilag akkor lettem igazgató, amikor ő úgymond lemondott. Tehát, és ő javasolt is engem utódjául. Most 115 tanuló van és 20 óvodás. 115 tanuló? Hány fő Saklihegy? Hát ilyen 520 körül, most pontosan nem is tudom, de tudni kell, hogy a szomszéd falvakból is jönnek, az öreg akliból és új akli, ott onnan is ide járnak a gyerekek, tehát több mint 30 gyerek az két szomszédos faluból jön. Mi a pedagógia lényege? Vagy mitől tudja megőrizni az Aklihegyi iskola azt, amire hivatkozott pár perccel ezelőtt is? Valahogy azt érzem, hogy ez itt van a levegőben. Tehát valahogy ez az iskola, amikor elindult, akkor lett egy ilyen alappillére, hogy itt van egy magatartás, hogy itt van egy fegyelem, amihez mindenkinek igazodnia kell. És ez időnként úgy néz ki, mintha ez olyan szigor lenne, vagy behatárolás lenne, esetleg szabadságnak lenne a korlátozása. Valójában azt gondolom, hogy nem. Tehát én magam is, hogyha bemegyek egy órára például, akkor én azt szeretem, hogy ott legyen egy alapfegyelmezettség. Én azt hiszem, hogy komoly dolgokkal foglalkozni fegyelem nélkül nem lehet. Legalábbis én nem tudok. És a szeretet. A tanárok itt folyamatosan köztük vannak, ezt kérjük és figyelmeztetjük egymást. És a hit azt gondolom a sokszor ki nem mondott, meg nem vallott nagy őrzőangyalunk, ami mindig itt volt. Én szerintem jó Isten gondoskodik rólunk elsősorban, hogy ebben az iskolában ezek az állapotok uralkodnak, annak ellenére is, hogy időnként vannak nézeteltéréseink, meg vannak konfliktusaink, de hát eddig még túléltük. Hány évig volt iskolaigazgató? 8,5 évig. Maradt, félbeszakadt, vagy váltott az iskolaigazgatóság után? Hova, miért, mi következett? Hát az iskolaigazgatóság után,
Hát maradtam, én úgy éreztem, hogy én nem tudok elszakadni a tanítóságtól, a pedagógiától, a gyerekektől. Tehát én erre születtem, úgy érzem mai napig. Csak hát a vezetés volt az akkorra már nekem kicsit terhes. Volt benne egy kis kiégés is végeredményben, most, hogy így visszanézek. Aztán volt olyan dolog, hogy elment jó néhány olyan kolléga, ketten Magyarországra, ketten saját falukba hazaköltöztek, mert pedagógus hiányok adódtak ebből fakadóan, akik hát úgymond az én embereim voltak a iskolának az oszlopai, akikre mindig támaszkodtam, mert amikor én hoztam egy komoly ügyben döntést, akkor én kb. 4 embert kéreztem meg, és ezek közül 3 elment. És akkor így azt vettem észre, hogy már nem megy olyan könnyen, és azt is éreztem, hogy kell az előrelépés az iskolának. Szükség van egy megújulásra, és valahogy ez költözött a fejembe, hogy esetleg én akadálya vagyok ennek. Van olyan ember, aki be tudja ismerni azt, hogy én általam már nem tud tovább fejlődni? Én akkor ott ezt gondoltam, ezt éreztem, és akkor jönnek a fiatalok, úgy véltem. Meg az időtájt hallottam egy ilyen amerikai történetet, hogy valaki mesélte, hogy bár ott a gyárigazgatóról van szó, hogy náluk úgy működik, hogy 7 évet dolgozik, mint gyárigazgató, és akkor 7 évet visszamegy a szakmájába. És akkor megint, tehát van ez a rotáció. És ez nekem úgy megtetszett végeredményben. És akkor most igazgató helyettes? Hát most igen, most visszajöttem egy kicsit. Van kedvenc helye Aklihegyen, vagy ahova most tartunk? Esetleg a keresztút az is egy ilyen kedvenc hely? Igen. Igen. Több kedvenc helyem van egyébként. Ez is az elmúlt időszakban. Hát többször is feljöttem erre. Voltunk kaszálni, meg egyebek, egy kis tereprendezés. De egyébként is nagyon szerettem ezt a helyet. Gyerekkoromban sokat jártam erre egyébként. Terneket őriztük ezen a részen. Ez is egy kedvenc helyem. Kedvenc helyem a temetőben a haranglábnak a környéke, onnan is nagyon jó kilátás van a környékre, azt is szeretem. Illetve közvetlenül a mi házunk fölött, a teraszok tetején ott is gyakran fölmegyek és lenézek a síkságra. Szóval itt nagyon szép helyek vannak. Spirituális helyek. Persze, persze. Épp a tegnap este beszélgettünk egy közösség, hát ilyen, van egy ilyen Skype-os csoportunk, és akkor beszélgettünk, és az volt a téma, hogy a rossz napjaimon mit csinálok. Tehát milyen megoldásaim vannak a rossz napokra. Én ezt megtanultam, hogy szabad, hogy nekem legyenek rossz napjaim is. Tehát nem pánikolok akkor, amikor valamelyik nap az nem éppen a leghappibb. De azért a megoldások között ez a természeti hely, ez a nagyon adott. Tehát sét a természetben, mit tudom én rácsodálkozni erre, ami itt van. Nekem magamnak elhallgatni, amikor rossz napom van, mert akkor jön a méreg belőlem. Úgyhogy ez fontos dolog. Meg hát rengeteg más. Sport, a munka. Én a méhekhez nagyon gyakran vonulok. Megnyugodni, feltöltődni. Úgyhogy ez egy ilyen hely, ez is. Szokták mondani, hogy a tengerpart mellett élőknek nem nagy kunsz a tenger. Uh-huh. Megszokták. És az Aklihegyen élőknek nagy kunsz lehet még ez a csodálatos környék, ami körbeveszi, mert én másodjára vagyok itt, de még mindig azt érzem, hogy nem múlt el a varázs. Nekem egy ilyen kis boldogság szigete, Aklihegy. Hát én olyan, azt gondolom, még a csend is más. Igen. Hát ha bocsánat, külső szemlélő mindezt észreveszi és értékeli, az köszönjük, az nagyon jó. És gyakorlatilag itt rejtőzik a válasz is, hogy aki mélyebben gondolkodik, lát és érez, talán az képes értékelni azt az ajándékot, hogy van egy tengerünk, akinek tengere van, hogy van egy hegyünk, egy erdőnk. Én azt hiszem, hogy az a felszínességnek a rovására írható, hogyha valaki ezt megszokja és közönnyössé válik iránta. Csak a felszínesség? A fásultság, a hajtás, a szürke hétköznapok? Ez kifogás? A hit az szintén egy fontos kérdése, fogalma az életének.
nem csak megéli, hanem meg is próbálja továbbadni. Vannak evangelizációs alkalmak is, amiben részt vesz, segíti ezt a munkát. Picit erről mesél nekünk? Hát persze. Hát a hit az a legfontosabb, azt gondolom. Tehát egy embernek az élete, az enyém is akkor indult el, amikor megértettem, hogy valamiben hinnem kell, tudatosan. Tehát az eleve bennem volt, vagy bennünk van. De úgy, hogy tudatossá formálódjék mindez, hogy megszülessen bennem egy teljes bizonyosság arról, hogy van valaki, aki nagyon szeret, mondjuk nekem tapasztalatra volt szükségem, konkrét érintésre. Én csak akkor hittem el, én elég kételkedő alkat voltam, úgyhogy én elég a szélsőségig elmentem az életemben ahhoz, hogy találkozzam vele, de ő megadta ezt a kegyelmet. Úgyhogy hitre jutottam, hogy így fogalmazzak. Ezt elmondhatjuk, hogy mi volt ez a tapasztalat? Konkrétan ez úgy történt, hogy egy emeleti teremben, egy kis kápolnában ültem a tabernákulum előtt, és akkorra már annyi sok minden volt bennem, összevisszaság, káosz, bizonytalanság, félelem, egyebek, szorongás, össze voltam zavarodva, és ezen a helyen, ez 2009. január 13-án volt, konkrétan tudom a napot, 8 óra előtt, 10 perccel délelőtt, hogy én ott kaptam egy érintést gyakorlatilag. Én úgy éreztem ott, mai napig ezt vallom, hogy ott engem Jézus megölelt. És mindazt a nehézséget, ami a szívemet nyomta, azt ugye elvette. És egy békét, egy derűt kaptam ott, és ez azóta megvan. Mélyen rejtve, ezt viszem magammal. Szó esett itt az evangelizálásról. Kezdetben, hát valahol ezt hallottam, tanultam, hogy a gonosznak az egyik ilyen veszőparipája ez, hogy az embernek azt súgja, hogy te méltatlan vagy. És ez nagyon sokunkat eltérít. Akár akkor, mikor nem mentem felvételizni történelemből, akár ott is lehet, hogy ott jelen volt ez. De akár ezzel az evangelizálással kapcsolatban is gyakran súgta, hogy nem vagy méltó, hát te is bűnös vagy, ilyen vagy, olyan vagy, és szembesített a dolgaimmal, a múltammal, stb. De ma az a tapasztalatom van éppen ezeknek a közösségi munkáknak köszönhetően, hogy viszont Isten alkalmassá tesz, ő méltóvá tesz. Tehát elég elindulni ezen az úton. Hál' Istennek nagyon jó vezetőre lehetünk Ámosz atyában, Ference szerzetes Szőlősön, és az ő a mi plébánosunk, és amit ő idehozott 10 éve gyakorlatilag, 10 éve ezelőtt kezdődött ez a történet, az egy ilyen új evangelizációs dolog. Bekapcsoltunk a Szent András iskolának, evangelizációs iskolának az életébe. Itt Kárpátalján van egy ilyen iskolánk gyakorlatilag. Már 2 éve tartunk ilyen, hát kurzusoknak hívjuk, mert itt tanítás folyik. Egy új életre hívjuk meg az embereket. És érdekes mód ebben a kurzusban mindenünknek van egy-egy témája, hatan vezetjük, illetve nagyon gyakran van még dicsőítő csapat, akik kiegészítenek bennünket. Többnyire az akolitus társaknak a feleségei néhányan, és az én témám a közösség. És 2 legfontosabb dolog a közösségről, hogy megtart, és biztosítja számodra a növekedést. Egyrészt én egyedül nem tudok megmaradni. Elveszek. A másik dolog, hogy szüksége van a növekedésre. Tehát a mai kapcsolatom Istennel, a mai élményem vele, tőle, az holnapra már nem lesz meg. Tehát, és ezt én közösségben tudom megélni. Azt, hogy én ha irigy vagyok, vagy önző vagyok, vagy egoista vagyok, azt a közösségem mondja meg a szemembe. A krisztusi közösségem ilyen. Ugye van a testvéri figyelmeztetés, ezt megkapom, és így tudok növekedni. Krisztus központú közösségről beszélek. Nekünk van ilyen, és ez hihetetlen ajándék. A családról azt gondoljuk nagyon gyakran, részben helyesen, hogy az a legszentebb közösség számunkra. Fél évvel ezelőtt körülbelül úgy szentségimádások alkalmával, szombatonként járunk szentségimádásra. Úgy jött bennem elő, hogy legyél bátor arra, hogy lépjél ki a családodnak a közösségéből, hogy ugyanazt a szeretetet, ugyanazt a
befektetést, ugyanazt az áldozatot, ugyanazt az önátadást tedd meg más közösségekben is. Amely közösségben itt vagyunk, Nevetlen falu plébánián, van egy férfi akultus közösség Ámosz atya vezetésével, de van egy másik férfi közösség is, ott is van három női közösség, ott azt tapasztalom, hogy ez úgy formálódik. Tehát kilépünk, nem zárjuk be magunkat csak a családba, és ez kicsit ilyen mennyország érzet, tehát ez hihetetlen gazdagság. Ami a lényeg a közösséggel kapcsolatosan, hogy én hiszek abban, hogyha ilyen közösségeik alakulnak itthon, kis közösségek, az meg fogja tartani a családot. Mert itt van egy közösség, ahol megoszthatom magam, ahol elfogadnak, ahol szeretnek, stb. Az, hogy templomi közösség, az nagyon jó. De én úgy vélem, hogy mára ez már kevés. Ma már sokkal több a kihívás, a nehézség, a kísértés. Az életünk annyira zaklatott, hogy többre van szükség, mint egy ilyen vasárnapi templomi közösségre. Ott néhányan megállunk, beszélgetünk, de igazából mindenki futott is. De egy ilyen kis közösség, akár hétköznap esténként összeülünk egy órára, másfélre, az hihetetlen megtartó erőt tud bírni. Úgyhogy ez lehet az útja esetleg a kárpátaljai magyarságnak is, hogy legyen ilyen közösségeink. És látja magát 5-10 év múlva, ha már változás, mifelé szeretne még változni, vagy mit szeretne megváltoztatni? Egyre inkább fel vagyok azzal, hogy én ezt tudatosan irányítsam. Rábízom magam. Abba biztos vagyok, hogy valami nagyon jó lesz. Mert a mának az öröme az ezt vetíti előre. Tehát azok a félelmek, amik tegnap voltak, azok ma már nincsenek. És már nagyobbak nem lesznek. Én azt vallom, hogy legyen mesterünk, legyen példaképünk. Mert ha nincs, akkor csak a magam életét tudom körkörösen utánozni, vagy majmolni, nem tudom, az nem jó. És nekem, én nagyon sok ilyen példaképet választottam magamnak, és nagyon sok ilyen szellemi vezetőm van, hogy így fogalmazzak. Mit tudom, Barsi Balázs atya például, aki rengeteget tanulok. Aztán Pál Feri atya is, aki azt mondja, hogy az igazság ismerete, az még nem hozza meg a változást. Ez tetszik mostanában tőle. Én azt gondolom, az élet erről szól, hogy megosszuk. Tehát Ákos, ahogy énekelte ott, hogy az marad, amit másoknak adsz. Tehát igazából minden szét kell osztani. Egyszer élünk, de örökké. Alig várom, hogy legközelebb is találkozom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ma Béres Istvánnal találkoztunk. Várjuk Önöket a legközelebb is. A viszontlátásra. Segíts, hogy mindig gyermeki szívem legyen. Tiszta és finom, mint a forrás. Segíts, hogy egyszerű szívem legyen, melyet soha se borít el a keserűség. Adj hálás szívet, mely örülni tud annak, amit kapott. Segíts, hogy szelíd és alázatos szívű legyek. Tudjak szeretni önzetlenül, és boldog legyek, ha adhatok. Grand Maison.